helyezett harcai csapatnak, aki a mai napon Lövös Gábor szakosztályvezetőtől, Szepesi Tibor ügyvezető igazgatótól, valamint Tobos László polgármester úrtól átveszi a megérdemelt aranyérmüket. A csapat négy sora: Tasi Gergő, Bató Adrián, Varga Csaba, Kovács Gergő, Kis Attila, Kelemen Zsolt, Tasi Dávid, Burai Armand, Vas Márkus, Kapitán Miklós, Kelemen Gábor, Farkas István, egyébként polgármester, Szőke Péter, Balázs József Balázs, Fábián Gábor, Kocka György, Simon Máté, Baba Lajos, Barkó Dániel, valamint Szabó János. A csapat vezetőedzője Varga János. Gratulálunk a megérdemelt aranyéremhez.
Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. A 2017-2018-as megyei labdarúgó bajnokság zárófordulójában Halmai Mártont hallják. A karcagi csapat ellenfele majd a kiesés ellen küzdő Tiszaföldvár gárdája lesz. A miénk egy nem várt szép feltámadást produkálnak az elmúlt hetekben, és így akár még a negyedik helyre is odaérhet a karcagi csapat a 30. forduló végén. Ehhez természetesen az kell, hogy a mai alkalommal legyőzzük Tiszaföldvár csapatát, de a sorsunk nem a saját kezünkben van. Szükséges még ehhez az, hogy az újszászi gárda ne verje meg a Jászárok Szállás együttesét, Törökszent Miklós pedig ne győzzön fegyverneken. A számolgatást majd a 90 perc letelte után kezdjük el megejteni, addig viszont koncentráljunk a pályára és a két csapatra. Ellenfelünk csak a 14. helyen szerénykedik a bajnokságban, és mindössze egyetlen ponttal előzi meg az utolsó előtti Jászkísér csapatát. Ráadásul kapura is jött számukra, hogy a jászsági csapattól 2 pontot levontak már a bajnokságban. Ha ez nem történt volna meg, jelen pillanatban Molnár István csapata az utolsó előtti helyen állna, és az bizony automatikusan megyei másodosztályú tagságot jelentene nekik a következő évre. Karcagon kellene kiharcolni a mai napon a győzelmet és a 3 pontot, és azzal bebiztosítani az élvonalbeli tagságot. Ez azonban rendkívül nehéz lesz, hiszen az elmúlt 8 mérkőzésen még pontot sem gyűjtött a Tiszaföldvár csapata. Ráadásul ezeken a találkozókon 33 gólt kaptak, az elmúlt 4 mérkőzésen 17-szer is bevették a kapujukat, és az előző 2 összecsapáson nem sikerült betalálniuk sem. Ráadásul hazai közönség előtt a Jászkísér ellen 3-0-ra kaptak ki egy kiesési rangadón, majd múlt héten Szajol is 4-0-val vitt el a pontokat Tiszaföldvárról. Nem túl rózsás teát a kékmezes csapat helyzete, azonban az utolsó szalmaszába még itt Karcagon vele lehet kapaszkodni. A miénk velük ellentétben egy rendkívül huszáros hajrával fejezik be ezt a bajnokságot. Csapatunk zsinórban 4 győzelmet aratott, ráadásul legyőztük a dobogós Jászárok Szállást, valamint János Hidát is, előbbit 3-1-re, utóbbit pedig vendégségben 1-0-ra. Egy igencsak markáns és dicsőséges győzelem volt az. Aztán itt a Liget úton az előttünk álló Csépát is legyőztük 3-2-re, majd múlt héten 4-1 arányban diadalmaskodtunk Kisújszálláson, és szereztük meg mind 3 pontot a kunsági El Clasicón. Önbizalomnak tán nem lehet hiány a csapat, nagyon jó a hangulat a karcagiak házatáján, akik természetesen az utolsó fordulóban szeretnék győzelemmel megörvendeztetni a kilátogató szurkolókat. Ennek ellenére nem veszük túl komolyan, ahogy megindulnak a vendégek a karcagi kapu felé, Belényesinek kell rögtön védenie egyet, Bán János asszisztens pedig már lesállás miatt kifelé ítél szabadrugást. Belényesi nagyon elkapta a fonalat a bajnokság végére, a János Hida 1-0-ás legyőzésekor, majdhogy nem világklasszis szinten védett, egyszerűen megbabonázta a hazai támadókat, és gyakorlatilag ajtóablak helyzetből sem lehetett neki gólt lőni. Az ő egyéni teljesítménye akkor nagyon kellett a 3 ponthoz, de jó bravúros produkcióknak nem vagyunk hiány. Például a most labdát kapó Nagy Roland 15 gólt lőtt a bajnokságban. A csapatunk házi gólkirálya. Az elmúlt körökben 2-szer is megválasztották a Jászkunfutball weboldalon a forduló legjobb játékosának, de a karcagi szurkolók így tettek legutóbb Szent Annai Zoltánnal is, aki Kisújszálláson duplázott és megszerezte rögtön első 2 gólját a bajnokságban. Azért Zolikának sem a gólszerzés a feladata, azért szezononként így is összejön neki 1-2. Most egy fontos Kisúj elleni rangadón duplázott az első félidőben. Nem mellesleg Orosz István is megszerezte azon a meccsen az első idei bajnoki gólját. Szent Anna elengedi, Nagy Roland, Erdei Tibor. Szívós Gergő, nem sikerül a védők mögé belőni a labdát. Egy nagy hiányzója van a karcagi csapatnak, Balog sérülés miatt nincs ott a csapattal. Őt már Kisújszálláson is sajnos mentő vitte el a pályáról. Kiújult egy korábbi sérülése. Ő kihagyja a szezonzáró ütközetet. Említettem, hogy a negyedik hely is összejöhet még a karcagi csapatnak szerencsés esetben. Azért azt is tegyük hozzá, hogy egy esetleges tiszaföldvári győzelem esetén még a 8. helyre is visszacsúszhat a csapat a tabellán.
Erre azonban itt a Ligetúton jelen pillanatban alig ha gondolnak a szurkolók. Terjék, aki a bajnokság végére középhátvéd lett a csapatban, és nagyon jól látja el ezt a feladatát, jó testfelépítésű játékos, és alkalmazkodott a feladathoz. Kovács, Szívós Gyula, nem jó a kényszerítő, aztán becsapják őt. Máté Fazekas. Visszakerül elé, Máté Fazekas vezeti a karcagi kapu felé, eltekeri. Könnyed zsákmány Belényesinek. 3,5 perc alatt azonban már kétszer is veszélyeztetett a Tiszaföldvár. Figyelmeztető jel, hogy nem feltárt kezekkel érkeztek karcagra, és ők tényleg szeretnék megszerezni a pontokat. Ez azonban nem jön jókor. Ez a sérülés. 4 perc sem telt el a játékból, de az egyik tiszaföldvári játékos már is ápolásra szorul. A partvonal mellől érkezik a segítség, de könnyen lehet, hogy nem fogja tudni folytatni a játékot. Molnár István vezetőedzőnek gyakorlatilag egy mezőnyjátékos cseréje van, így nem lenne túl szerencsés, hogyha már is cserélnie kellene. Az a Feldrián Tamás ül ott mezőnyjátékosok közül a kispadon, aki 17 esztendős és mindössze egyszer kezdett eddig a bajnokságban. Rajta kívül bevethető még egyébként maga a vezetőedző, Molnár István is. Az 52 esztendő szakember viszont alig ha fog beállni. Rajtuk kívül a cserekapus Huszár József még a kispadon. Ezért is lenne nagyon fontos, hogyha sikerülne játékra alkalmas állapotba hozni a vendégek védőjét. Bontovics levicegett a pályáról, és most már visszakéreckedik. Fölfelé mutatott hüvelykújja talán azt jelzi, hogy rendben lesz. Folytatja a játékot. Szent Annai Erdeivel az összjáték. Sikerül azonban kivágni. Átpattan Máté Fazekas feje fölött. Szívós leteszi Szőke Norbertnek. Akikre érdemes lesz odafigyelni a vendég csapatból, azok Aszódi, valamint Máté Fazekas. Mindketten 5 gólt rúgtak a bajnokságban. Rajtuk kívül még Hadad Hicsem az, aki ennyiszer volt eredményes. Ők hárman egyébként a csapat bajnoki góljainak felét termelték. Hadad Hicsem azonban nincs ma ott a keretben. Máté Fazekas. Az ő játékában mindenképp van fantázia, és nagyon elszántan vetette bele magát a mérkőzésbe. Szent Annai harcol ki egy szabad rugást. Szívós Gyula fölpattan előtte, sikerül azonban tovább pöckölni, így a labda rápattant a kékekre. Karcagi bedobás. Erdei mellel Kovács. Szent Annai. Sérülés miatt őt is le kellett cserélni kis visszállás ellen, de szerencsére az ő problémái nem komolyak. A védők mögé betett labdával már nem tudnak mit kezdeni. Jöhet viszont egy tiszaföldvári szabadrugás.
Hegedű is rúgja föl. Ki is engedhette volna Daróczi. Az ő kezdőben nevezése talán egy picit meglepő. Ő valamivel kevesebb lehetőséget kapott eddig a bajnokságban. Balogh Baba sérülésével kellett egy picit átszervezni a csapatot. Szépen kis területen hozzuk most ki Nagy Roland. Szívós Gergő. Megindul a labdával és indítja Kovács Lászlót. Nagyon jól keresztez. 16-ossal járók a Máté. Aztán még egy Tigris bukfencet is bemutatott. Karcagi pardobás következik. Erdei az előbb mellel vette le a touchot, most belsővel. Kovács pedig ismételhet. Nem jut el a labda Nagy Rolandig. Ez pedig túl hosszú Erdeinek. Jön a kapuból Rojko és megfogja a labdát. Ez a 18 éves kapus. Kis hián a bajnokság felében ő védett, ma 14. alkalommal játszik, 16-szor pedig a rutinus huszár védett. Megosztották a feladatokat a vonalon. Hegedűs. Szent Annai leszette az átadást. Nagy. Elkérte, és aztán indítja Erdeit, kicsit hosszú a labda. Rojko pedig a 16-os vonalánál magához öleli. Akár egy söprögető olyan pozícióban helyezkedik a jó fizikai adottságokkal megáldott kapus. Szívós már nem éri el. Hát a mögé jött a labda Nagytól. Kovács egy kicsit megrángatta Gulyást. Megharcolnak. Végül a karcagi játékos nyert. Hegedűs a csapatkapitány. Bontovics. Most már nem látszik a mozgásán a negyedik perci sérülés. Szent Annai elesik, és hiába kötött ki Kisnél a labda. Mi jöttünk szabadrugásra, a Kis ezt is elkapkodta, ez már a második ilyen megoldása volt, alig több mint 10 perc játék után. Ennél jobban kell koncentrálni. Jó a passz, és a lövés, és a gól. A 12. percben Máté Fazekas Attila emelésével megszerzi a vezetést a Tiszaföldvár. Szépségdíjas gól. Jár a pacsi. Egy nullára vezet Tiszaföldvár. És az eddig eltelt percek alapján azt kell mondanom, hogy nem biztos, hogy érdemtelenül. Máté Fazekasnak ez már a harmadik kapura lövése volt. Belényesi ennél tehetetlennek bizonyult.
Nagy. A vendégcsapat gólját a 7-es leszámú Márké és Farkas Attila szerezte. Menne a védők mögé az indítás, Szent Annai lecsap rá. Nagyot választja egy lövőcsel, aztán a löket, hiába repül Rojko, nem kell közbeavatkoznia. Veszélyeztettünk mi is egyet. Nagy Roland nem klasszikus csatár, ennek ellenére olyan erényeket mutatott meg az elmúlt fordulókban, amik alapján egy klasszikus center is válhatna belőle. Közben pedig a tiszaföldvári kapus és Bontovics bemutatják talán a bajnokság egyik legkomikusabb kirúgását. Karcagi dobás lett belőle. Nagy. Kiről ment vajon ki? Semmit nem mutat sem az asszisztens, sem a játékvezető. A tiszaföldváriak dobnak. Azt már mondtam, Bán János. A Spori ott sárgában a pályán, a hozzánk közelebbi oldalon Simon Ádám, a túlsón pedig Kerekes Zsolt kezében a partjelzői zászló. A lerántás után karcagi szabadrugás. Szent Annai saját térférről végzi el. Borul minden, a védő és a szöglet zászló is. Szívós Gyula nem kémelte ellenfelét. Járóka Máté pedig nem marad a gyepen. Kizuhantak mind a ketten. Járóka pedig megigazítja a szöglet zászlót is. Talán túlzottan is férfias összecsapás volt ez. Kovács visszaszerzi, Szívós Gyula. Átforgatja Daróci. Szívós. Nem szőke Norbert feladata a mélységi indítás. Most bebizonyosodott, hogy miért nem az övé. Védő léttére nagyon eredményes focit játszik Szőke. 7 góljával a második legeredményesebb karcagi játékos a keretben. Mellette Kis Sándor is ennyi gólt termelt. Elsősorban a pontrugások után szögleteknél jelent veszélyt a most is labdára rajtoló Szőke, most is megnyeri a fejpárbajt. Szent Annai kicsit könnyelmű volt. 2 tiszaföldvári játékos indul meg a karcagi kapu felé. Jó az indítás is érkezik Belényesi, és hiába hagyja ott elsőre a labdát. Sikerül elhárítani a veszélyt. Szívós Gyula kérte volna Kovácstól, nem kapta meg. Kicsi pontatlanul játszunk most. Nem meglepő egyébként, hogy képes ellentétes félidőket produkálni a csapat. Jászárok szállást például egy nagyon jó második fél ideig rajtal sikerült legyőzni. Most az eddig eltelt bő 17 perc sem a szép futballról szól. Talán képesek leszünk váltani. Nagy kaplabdát. Szívós Gergő belép a támadásba, aztán pedig pontatlanul készíti le a tesónak.
Hegedűs, a két csapatkapitány harca. Hegedűs lerángatta ezt Szívós Gergőről. A karcagi játékost látták előbb szabálytalannak. Hegedűs nem kell félteni egyébként, hogyha egy kis keménykedésről van szó. Összeszedett 6 sárgát, meg egy pirosat a szezonban. Nagy nehezen most meg is találja. 33 éves középhátvéd, hogy honnan kell elvégezni a szabadrugást. Hiába mászik bele a Szódi Szent Annai arcába. Nem történt szabálytalanság, Szent Annai pedig egy kicsit törleszt. Oda lépett a Szódinak. Elszakadt a cérna egy pillanatra. A Szódi aztán odarúg. Nem lesznek barátok. Az előbb említettem, hogy Hegedűst nem kell félteni, egyébként a Szódit sem. Az elmúlt 6 évben 55 sárgát gyűjtött össze a bajnokságban, és ebben a szezonban is már 2-szer eltiltották. Annyiszor figyelmeztették őt a játékvezetők. 11 sárgalapos büntetése van. Nem megy a szomszédba egy kis balhéért. Belényesi. Szívós Gyula hosszan veszi át. Gulyás kapura nyesi. Könnyen fogja meg Belényesi. A Tiszaföldvár egyébként a bajnokságban idegenben még nem győzött ebben a szezonban. Mindössze 4 döntetlent tudnak fölmutatni 10 vereség mellett, 13-48-as gólkülönbséggel párosítva. Rákóczi falván, Jászkíséren, Újszászon, valamint Fegyverneken tudtak pontot szerezni vendégként. Bárhova utaztak, kikaptak. Most Karcagon egyelőre vezetnek. És hát mikor szereznék meg az első idegenbeli sikert, ha nem a sorsdöntő meccsen, gondolhatják a kék szimpatizánsok. Ha nem szeretnének a Szajon-Jászkísér mérkőzés eredményére várni a végén, és bemaradást ünnepelni, akkor nekik nyerni kell. Hegedűs. Terjék keresztez. A biztosat választja. Bent van még a labda. Az asszisztens nem lengetett, Bán János viszont sípolt. A 23. percbe lépve tiszaföldvári szabadrugás következik. A Szódi erősen, Belényesi véd. Váratlan lövés volt, ezért elég éles pozícióból jöhetett a szabadrugás. Belényesi a helyén volt. Erdei, ő pedig már
Megindul a kontrával, Szent Annaitól kapott labdát, beérik a 16-oson belül, Erdei centerez. Hegedűs kezében elakad a labda. Nincsen azonban 11-es. Nagy. Szívós Gyula. Röviden teszi vissza. Szőke Norbert. Nagy Roland kapja. Érkezik a beadás. Pont Bontovics, két karcagi játékos közül, aki el tudja fejelni. Máté Fazekas már. Meghúzza Gulyás a vonal mellett, ő az U19-es csapat kapitánya. A beadása nem volt most jó. Kovács. Elég nagyot kapott Gulyástól. Meg is kapja Gulyás László a mérkőzés első sárga lapját. Sárga lapot kapott a vendégi csapatnak. Négyet számolt. Játékosabb Gulyás László. Hajrá karcag. Menjünk neki az egyenlítésért. Terjék. Erdei szépen pörgette kis elé, sikerült bedobásra tisztázni. Erdei eltörte a labdát, elég gyenge lövés lett volna így. Nagy Roland, ő is lő, életerős kísérlet. Egy kicsit eltévesztette a pipát. Lehet, nem lett volna rossz döntés most passzolni sem, mert de itt teljesen üresre játszotta magát. De azért amilyen formában Nagy Ruli az elmúlt hetekben futballozik, bizony érthető, hogy elvállalta. És hát amellett, hogy gólokat lő, szép gólokat is szerez. Élmény nézni a játékát. Ő ráadásul egész szezonban kitartott a csapat mellett. Ugye nyáron tért haza. Belényesi véd. Jó messzire pattant tőle, de összeszedte. Kapura veszélyesebben futballozik a Földvár. Nagy. Szívós Gyula. Üres területre futtatná Kist. Karcagi szögletrugás következik. Nagy Roland a labda mögött. Nem is rossz, ott az egyenlítés. Szőke Norbert fejel gólt. Hát mi az, hogy veszélyes a kapu előtt a pontrugásoknál? Így érkezik, és így fejel a léc alá. Kőkemény bombafejes. Megveri a védőjét Szőke. És védhetetlenül. Be a kereszt léc alá. Esélye nem volt Rojkónak. A 28. percben egyenlít a karcagi csapat. Újabb erőket kell mozgósítani a Tiszaföldvárnak. A gólszerzés érdekében. Erdei. Hogyan hat vajon
a karthagi egyenlítés a meccsre. Kollár, Aszódi, belövi a védők mögé, Kovács, megoldotta, övé a bedobás, magasan védekezik a Tiszaföldvár, hibára is késztetik a karcagi csapatot. Nagy, levette Máté Fazekasnak, aki visszakapja, elé áll a karcagi védő, nincs büntető, a lövés pedig nem talált kaput. Bent van még, nincsen, ezt mutatja a túloldalon Kerekes Zsolt, a félpályáról is kiszúrta, mert bizony a labda elhagyta az oldalvonalat. Nagy, szépen hegedűs lába alatt passzolta el. Kovács nyugodtan kiengedheti. Kis. Az nem biztos, hogy jó, hogyha Szőke Norbertnek kell versenyt futni Máté Fazekassal. Mégis az lett az eredménye, hogy bizony felvette a harcot a tiszaföldvári játékossal. Ráadásul nem is ő rúgta ki a labdát. Nagyot sprintelt Szőke. Komoly párharc volt. Nagy. Erdei, nagyon szép cseh, kár, hogy nem engedte tovább Bán János. Erdei ugyanis nem esett el. Könnyedén előnyszabályt ítélhetett volna a sporttárs. Szívós pedig elkapkodja, nincs összhang. Elveszítjük a labdát, tehát ez így a lehető legrosszabb kombináció volt, ami kijöhetett ebből a szituból. Máté Fazekas. Nem volt segítség, és nem is jó ütemben érkezett meg Vereb János. Daróci. Erdei. Kis ezek szerint lesen volt. Innen erősen egy vonalnak tűnt. Nagy Roland. Erdei. Most nem jön be a finom csel. Kötény a bírónak. Szívós Gergő. Nem kapja meg Kis. Montovics szépen érkezett és rúgta el. Kilépő karcagi csatár elől. Négy kézláb fejes. Az ötösön belül ilyet is ritkán látni. Kovács lő, pattogós löket. Rojkó megfogja. Hosszú kirúgás, Terjék, alacsonyabb ellenfelénél, mégis megnyerte
kettejük párharcát most. Szívós. Erdei, finom megmozdulás, aztán egy picit hosszú a szöktetés. Szent Annai. Erdei. Ez most egy jó átadás. Keményen megdolgozta Pápai János Kis Sándort. A játékvezető most sem ítélt semmilyen szabadrugást. Kovács. Még mindig ő. Szépen teszi Szívós Gyula elé. Visszakapja Kovács, a hosszún érkezik is. Belsővel a passz. Nincs büntető. Erdei ott hagyta a lábát. A Szódi eljátsza a nagy halált. Szőke, Nagy Roland. Szent Annai bekapcsolódik ő is a támadás építésbe. Aztán jó messziről kapura lövi. Rojkó pedig kis híján leutánozza a Liverpool kapusát, Kariuszt. Ő a BL döntőben kapott majdnem egy hasonló gólt. Rojkónak szerencséje volt. Nem a kapuba ejtette a labdát. Szent Annai egyébként nagyon jól mérte fel a helyzetet, hogy az neki lövő pozíció. Nagyobb szerencsével a vezetést is megszerezhette volna. Kis cipőt köt. Daróci pedig majd csak utána fogja elvégezni a bedobást. Fújnak egyet a csapatok addig. Nagy. Szívós. Szívós Gyula fejjel megmenti. Szívós összeszedi a kipattanót, és a tekerés. Nem volt rossz. Megnézte magának a jobb felső sarkot. Kis hián be is vette azt. Bontovics a kirúgással. Terék ráordít Szőkére, hogy jó lesz neki. Majdnem így nem lett jó. Szent Annai a földre kerül, megy tovább a játék. Szívós. Daróci. Nagy Roland, hosszú passzjáték után csak egy pillanatra veszítjük el. Rojkó kicsit babusgatta a labdát.
reményeink szelídítik meg. A találkozó első percei egészen Máté Fazekas 12. minutumban szerzett góljáig a Földváré volt. A Snában viszont már inkább a kékek tér felén zajlik a játék. Igazi gólhelyzetet viszont nem nagyon sikerül kialakítani. A szöglet utáni egyenlítésünk, maga az öröm. A Rojkónak nem igazán kell védeni, hiszen Tanai távoli kísérlete volt, amikor közbe kellett avatkozni, egyébként könnyebb kapust csemegék tartoznak a védenivalók közé. Belényesít azért jobban megdolgoztatták a földvári csatárok. Terjék! Láttunk már tőle 40 méterről is hatalmas gólt lőni. Ez most 20-22 méterre az alapvonaltól. Végül aztán elsétál onnan. És inkább Szent Annai rúgja majd el. Ő beemeli. Meg is van a csúsztatás. Rojkó leszedi a levegőből. Pápai megy. Ők dobhatnak. Máté Fazekas elől Szent Annai hazateszi Belényesinek. Nagy Roland. Nehéz helyzetbe viszi bele. Megoldotta. Nincs kinek tenni, mutatja Szívós Gergő. Balogh Józsi kreativitása azért időnként érezhetően hiányzik a karcagi csapatból. Hosszú íveléseink nem nagyon találnak embert. Ezekkel próbálkozunk pedig. Szívós. Majdnem sikerült visszatenni elé. Erdei lövőhelyzet, laposan Rojkó lábbal. Ez most nagy védés volt, és egy szép kísérlet. Ott volt az a balos, ahol lenni kellett Rojkónak. És lélektanilag fontos pillanatban a félidő vége előtt sikerül egy nagy hárítással döntetlenen tartani a meccset. Nagy. Szent Annai egy kézről visszakerül elé, Nagy, figyelnek rá, húzzák, nyúzzák, ketten is állnak elé. Elszórakozzuk a lehetőséget. Nagyon hosszú indítás. Ember nincs, aki ezt megfutja. Kovács. Szent Annai. Szerencsével ugyan, de Járóka megoldja a feladatát. Gulyás. Visszapattan a sarkáról. Nem megy ki. Még mindig nem. Kovács. Megtartja. Baróci teljesen üresen kapja. Szent Annai. Erdei átbrusztolja.
aztán megáll, és röviden teszi nagynak. Ezek az apró hibák azok, amik egy-egy gólt alapjaiban elvehetnek a karcagi csapattól, és nagyon sok ilyet látunk a mai alkalommal a fiúktól. Egy picivel több koncentráció, és ezeket a szituációkat sokkal jobban is befejezhetnénk. Szívós. Erdei, nem tudják fölrugni sem. Most a síp. Erdeit látta szabálytalannak Bán János. Onnan már talán el lehet végezni. Folyamatosan lopja egy picit a távot. Bontovics. Csak hát nincs kinek ívelni. Kevesebb, mint fél perc még az első félidő rendes játék idejéből. Továbbra is 1-1 a Karcag-Tiszaföldvár bajnoki mérkőzés állása. Most már ugye azt kezdem gyanítani, hogy Járóka direkt így oldja meg ezeket a föléveléseket. Rövid időn belül másodszor is. Szerencsével ugyan, de megakadályozza a karcagi indítást. Hegedűst kell figyelmeztetni. Lassan vége az első félidőnek. Bán János úgy dönt, hogy nem is hosszabbít. A 12. percben Máté Fazekas Attila góljával megszerezte a bennmaradásért küzdő Tiszaföldvár vezetést Karcagon. Valamivel jobban startoltak neki a mérkőzésnek a vendégek. Talán picit motiváltabbak is voltak, mint a mieink. De a kezdeti nehézségek után fölébredtünk és belerázottunk a meccsbe. Szőke Norbert fejesével a 28. percben egyenlítettünk. Újabb gólt azonban már nem láthatott a nagy érdemű itt a Ligetúti Sporttelepen, már ami az első félidőt illeti. A csapatok elmennek, szusszani egyet, a helyszínen éremátadás és tombola sorsolás. Önök is pihenjenek egy kicsit, aztán tartsanak velünk a Karcag TV képernyője előtt a második félidőre. Thank you.